Szeretettel köszöntök mindenkit. Itt van újra a hétfő, és akkor újra megkezdjük az adásunkat. Ugye a mai cím az az egészséges ételek, tudatos emberek összefogtak és furcsa dolgok címet kapta. Több mindenről szeretnénk szót ejteni, és azért is tettük bele ezeket a tartalmakat, hogy minél szélesebb körűek legyenek ezek a riportok, amikkel készültünk, és minél szélesebb körű témákat igyekeztünk hozni. Kezdjük akkor először a furcsa dolgokkal, és akkor nézzük meg, hogy mire is gondoltunk az alapján, hogy furcsa dolgok. Káli Yuga van, nem mindenki tudja, hogy milyen jugákról beszélünk, milyen korszakokról. Ugye mindig változnak a korszakok, ugye négy nagy korszak váltakozik, és jelenleg éppen a Káli Yugát éljük, és ezután jön majd megint az aranykor. De a Káli Yugáról mégis mit lehet tudni, vagy mit érdemes tudni, tényleg csak nagy vonalakban és a teljesség igénye nélkül. Ez az a kor, amikor igazából nem sokat ér, vagy legalábbis le van becsülve a belső értékrend, az igazi, belső, mély tartalmak, értékek nem fontosak, hanem inkább a felszínes dolgok, a könnyen megszerezhető, könnyen látható, egyszerű, úgymond könnyebb erkölcsel bíró dolgok nyernek nagyobb teret a világban. Nagyobb a széthúzás, nagyobb az emberek között a feszültség, kevesebb az igazmondás, az őszinteség, amikor ezt úgy is mondják, hogy többet ér a frissen fésült haj és a szép frizura, mint a belső értékek és a belső tartalmak, és hogy ez alapján minősítik sokszor az embereket, és nagyon sok a megtévesztés, nagyon sok a hazugság, nagyon sok az áll tanító, az áll ember, és ezzel kapcsolatban is egyébként hoztam egy könyvet, amit majd szeretnék ajánlani, ami nem feltétlenül a Káli Yugáról szól, hanem arról, hogy a történelemben is, hogy milyen mélyen gyökereznek ezek az ellentétek, és milyen nehéz egy egységet létrehozni, tényleg egy összefogást megalapítani, mert még a népek között is, tehát nem csak a családokban, a népek között is természetesen nagyon nagy ellentétek vannak, és nagyon nehéz a történelmet helyére tenni, és úgy összerakni, hogy tényleg jó érzéssel tudjunk részt venni a magunk életében és egymás életében. Mégpedig dr. Bunyavác Zsuzsának Félni csak kinek is lehet című könyvét hoztam így ajánlani. Ezt így meg is mutatom, szerintem ez így látható. És egy kicsikét felolvasnék innen a tartalmából, hogy mégis miről szól. És amikor már a tengerhajózással kapcsolatban is vádakat fogalmaztak meg ellenünk, nyilvánvalóvá kellett válnia, valójában nem arról szól a történet, ami a felszínen látszik. Honnan ered ez az ellentét a magyarok és a művelt nyugat között? Tán valami ősi ellentéttel van dolgunk? És valójában mi az, amit nem tudnak megbocsájtani nekünk? Erről szól a Magyar Menedék Könyvesház által kiadott könyv, és ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom elolvasásra. Nem szabad meglepődni, hogyha netalánten ilyen bőszítő lesz eleinte, vagy tényleg feszültségeket fog generálni bennünk. Egyszerűen úgy kell tudomásul venni, hogy ilyen is volt a történelemben, és próbáljuk meg tényleg minél magasabbról szemlélni a világot azért, hogy minél tisztában és minél egységesebben tudjunk élni itt a Földön. A másik ugye a tudatosság. Nézzük a következő témát. Tudatos emberek összefogtak, mégpedig azért, hogy itt az országban is és Közép-Európában is legyen végre egy olyan civil közösség, egy civil szervezet, ahová jó becsatlakozni, ahol tényleg a pozitívumokat emeljük ki, és inkább arról van szó, hogy hogyan lehet egymáson segíteni, egymásnak segíteni, és hogyan lehet megoldani a dolgokat, és minél gördülékenyebbé tenni az életet, illetve aki esetleg hátrányosabb helyzetben van bármilyen módon, akkor számára egy segítséget, egy segítőkész, vagy kezet, vagy valamilyen támogatást kaphasson. Tudatosság. Ez is egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen mit értünk tudatosság alatt. Nagyon sokat beszélünk a tudatosságról, de én azt gondolom, hogy értékeken, tudatosságon nagyon sokan mást értenek.
És ez még nem is baj, mert tudatosság alatt is nagyon-nagyon sok felé el lehet menni. Keleten tudatosak nevezik azokat, akik mindenben Istent látnak. Tehát minden esemény mögött Istent látják, minden lélekben, minden emberben Istent látják, és számukra ez az igazi tudatosság, hogy értik, érzik, tudják értelmezni, hogy mindent Isten jár át. Vannak, akik azt mondják, hogy tudatosság már az is, hogyha legalább odafigyelek arra, hogy hogyan beszélek, tudatosság az is, hogy odafigyelek arra, hogy hogyan étkezem, tudatosság az is például, hogy odafigyelek az érzelmeimre, hogy hogyan tudom magamat rendben tartani, hogyan tudom a környezetemet rendben tartani, és ez is igaz. Ez is valóban egyfajta tudatosság, ami nagyon, de nagyon fontos a mindennapokban, mert azáltal, hogy egy minőségi életet tudjunk élni, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi hogyan élünk, milyen példával járunk elől, hiszen tényleg nem a véleményünk változtat igazából, hanem a saját viselkedésünk és a példamutatásunk. És minél szívesebben, minél jobb szájízzel élünk és állunk hozzá egymáshoz, annál szebb világot tudunk teremteni. Először természetesen csak kis közösségekben, hiszen mindenki magában és utána maga körül kell, hogy elkezdje ezeket a munkákat, és csak utána tud nagyobb léptékekben gondolkodni, több emberhez beszélni, hiszen ha valakit nem lehet látni, vagy nem lehet érezni, hogy valóban éri is azt, amit mond, akkor igazából nagy közösségekhez nem fog tudni hozzászólni. Tehát nagyon fontos az, hogy mi magunk legyünk tényleg az a változás, amit a világban látni szeretnénk. Ez most éppen pont Gandhitól volt egy mondat, mert ő is az életével üzent számunkra, és nekünk is valahogy ugyanígy kellene az életünkkel üzenni, hogy mi az, amit mi fontosnak tartunk. És hogyha hibáztunk is, nem baj, mert bármikor követhetünk el hibákat, és követhettünk el hibákat. Ezeket fontos tudni, mert ez is a tudatosságnak a része. Fontos felismerni, és utána fontos rajta változtatni, hogy ne maradjon a jellemünknek a része, hanem tényleg ki tudjuk tenni az életünkből. Tehát történt egy kezdeményezés, mégpedig a Közép-Európai és Magyarországi Összefogás, az Egészségtudatosság Nagykövetei, mint civil közösség, és erről Garaci Margó készített egy riportot, mégpedig Kovács Gáborral, és ezt a riportot szeretném most megmutatni önöknek, és akkor utána majd beszélünk tovább, úgyhogy nézzük most akkor ezt a riportot. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az E-Televízió nézőit és a Relax Rádió a Tudatos Emberek Rádiójának hallgatóit. Garaci Margó vagyok, és most nem Kecskemétről, hanem Budapestről jelentkezem. Vendégem Kovács Gábornál vagyok, itt ebben a kis egészségműhelyben. Mi is a neve pontosan, és arra kérlek, kedves Gábor, akkor mutatkozz is be nekünk. Köszönöm, üdvözlök mindenkit! A hely, ahol vagyunk, ez a Prána Életmód Központ, a 18 kerületben vagyunk Délpesten. Jó magam, nemrég hoztam létre ezt az Életmód Központot. Táplálkozás és életmód tanácsadó vagyok, tréner, mellette joga és meditáció oktató, és ezt a kis Életmód Központot ennek a jegyében szerveztem meg, és próbálunk így tevékenykedni joga oktatásban, életmód tanácsadásban. Nagyon-nagyon szép dolgok ezek. És nagyon-nagyon jó dolgok, hiszen az egészségünket szolgálják. Szeretném, ha beszélnél arról, hogy egészség. Én láttam egy olyan kiírást, hogy te egészségnagykövet vagy? Igen, ez az oldalam is, hogy az egészségnagykövet. Gyakorlatilag már 20 éve foglalkozom ezzel, az alapvégzettségem testnevelő tanár, és mindig is érdekelt az egészséges életmód, illetve a mozgás, a helyes táplálkozás. És ez irányba rengeteget tanultam, és folyamatosan próbáltam az embereknek a tudásomat átadni, segíteni őket a tudatos életmódra, a tudatos táplálkozásra, az egészséget életmódra, a mozgásnak a helyességére, az immunrendszerüknek a védelmére, és ezt tűztem ki célul, hogy mindenkinek, akinek csak lehetőségem van ezt átadni, ezt a tudást, hogy aki hozzám fordul, akkor segítsek neki, és egy egészségesebb életet biztosítani. És ezt mind nagykövetként próbálom véghez vinni, mint életcél és feladat, igen. Igen. Nem olyan régen, ugye mi kollégák vagyunk Gáborra, mind az RTV-nél, mind pedig a Relax Rádiónál, és amiről beszélt is már Kovács Béla, az, hogy megalapítottunk itt páran egy közép
európai, magyarországi összefogás, egészség, tudatosság nagykövetei csoportot, egyesülést. Mindenképpen egy olyan, ahol gyűjtjük, várjuk szeretettel az embereket. Gáborral mi elvállaltuk ennek a vezetését, nagykövetségét. Igen. Még egy nagyköveti feladat. Szép feladat, igen. Ugye? És arról szeretném, hogyha beszélnél, hogy mit is foglal magába ez egy pár mondatban. Számodra mit jelent, aztán elmondom, hogy számomra mit jelent. Hát igen, hogy várnánk, hogy sokan csatlakozzanak hozzánk, akik szintén ugyanezeket az elveket tűzik ki maguk elé, tudatosan éljenek, az egészségükre figyeljenek, tudatosan táplálkozzanak, akkor az önzetlen szolgálat, hogyha van tudásuk, a segítő szándék, hogy ezt átadják más embereknek, segítsék egymást, és ezért összefogjunk, hogy minél több emberhez a filozófiánk, az információnk, az életvitelünk, a példánk eljusson, és így minél több embernek tudjunk segíteni, megváltoztatni az életét, egy jobb életminőséget biztosítani, és ehhez várjuk a hasonló érdeklődésű, ugyanilyen elszánt és tudatos embereket, hogy csatlakoznak hozzánk, és karöltve visszük a fáklyát az emberek fele, mert most olyan helyzetben vagyunk, amikor ennek nagyon-nagyon fontos szerepe van az összefogásnak, segíteni, aki rászoruló, illetve ugye az immunrendszerünk is az egészségünknek a megőrzése, és mindez egy mentális stabilitás, egy tudatosság, amivel kiegyensúlyozottak tudunk lenni ebben a nehéz helyzetben. Ezt próbáljuk képviselni, és ide várjuk a hasonló gondolkodású és segíteni vágyó kollégákat, érdeklődőket, cégeket, barátokat, társadalomból bárkit, aki ez a témát, vagy ez megérinti ez a dolog. Aki mellénk áll. Annyival szeretném csak kiegészíteni, hogy azt veszem észre, hogy nagyon sok útkereső ember van. Engem is nagyon sokan megkeresnek, Gábort is nagyon sokan megkeresik. Egy kicsit talán példamutatásunkkal, az életvitelünkkel szeretnénk megmutatni, hogy mi is az az egészség, mi is az a jó cél, az önzetlen szolgálattal, hiszen összekapcsoltuk a magyarországi önzetlen szolgálatot, ami már 31 éve működik itt Magyarországon, Kovács Béla és Gunő Zsuzsi vezetésével. Aztán összekapcsoltuk Szegeden, Borák Betty kolléganőnket ebben az összefogás és önzetlen segítségben. És aztán az a megtiszteltetésért, hogy az én közel egy éves önzetlen segítő csoportomat is bekapcsoltuk ebbe, és összehoztuk a Budapest-Kecskemét-Szeged-tengelyt, ahol szinte fölül tudjuk ölelni az egész országot. Ide várunk minden kedves segíteni vágyót, minden olyan embert, aki segíteni akar és segíteni tud. A másik összefogásunknak a pillére, hiszen két pillérből áll, az pedig közép-európai, magyarországi alapvető emberi értékek oktatási hálózata, amit Gunit Zsuzsi és Horák Betty, két pedagógus kolléganőnk vezet, visz, elnököl. Nem is tudom, mi a legjobb szó rá, de mindeketten nagyon-nagyon csodálatos emberek, mindeketten pedagógusként, egyetemi okleveles pedagógusok, és ők azok, akik ezt fölvállalták, hogy akkor ezt az oktatási részt viszik. Gábor, hiszen mindketten benne vagyunk ugye az oktatásban is, de nem olyan mértékben, mint a Zsuzsi és a Betty. Mondasz nekem egy-két példát arra, hogy hogyan működik ez az oktatás? Hát ugye a Nemzetközi Metafizikai Akadémia szervezésében van az egyéves négy modulos képzés, ahol nagyon-nagyon sok értékes információval találkozhatnak a hallgatók, a spiritualitás világa, az alternatív gyógyászat, a helyes életvezetés, a tudatos életmóddal kapcsolatban, és ennek a budapesti oktatásnak szeretnénk most kibővíteni, hogy országos szinten az országban, nagyvárosokban elvinni az emberekhez az iskolának a filozófiáját, beindítani a nagyvárosokban ugyanezt a négy modulos egyéves képzést, illetve kiemelt speciális hétvégi tanfolyamokkal pedig egy-egy érdekes területet átölelve azoknak a metodikáját, az oktatását megvalósítani, tehát a éves képzés, illetve hétvégenként pedig tanfolyamok külön-külön témacsoportokban.
Igen, és ennek a vezetője a két kolléganőnk. De hol is találhatnak meg minket? Hogyan is tudnak csatlakozni hozzánk? Ezt is nagyon sok kérdésként kaptuk a hétfőn estén élő adásunkban. Mindenféleképpen Facebook oldalunkon tudnak csatlakozni ehhez az összefogás nagykövetei csoporthoz. Várjuk Önöket nagy szeretettel. Mi is hívjuk és várjuk a kedves ismerőseinket. Tudnak minket nézni az E-televíziónál, azoknak a műsoraiban, hétfőn esténként van élőadásunk. Minket is láthatnak Kovács Béla, Gunyics Zsuzsi, Porák Betti, Posgai Bigi, ugye őt is meg kell említenünk. Próbáljuk átadni Önöknek ennek a szellemiségét. És a Relax Rádióban hetente többször jelentkezünk olyan gondolatokkal, olyan podcastokkal, amikkel szeretnénk az érdeklődést felkelteni, és elmondani egy-egy olyan életterületet, élettémát, ami ezekhez kapcsolódik. Hiszen nem tudom, hogy tudják-e, hogy mik az alapvető emberi értékek. Segítesz nekem, Gábor, összeszedni? Hát a szeretet, az igazmondás, a becsületesség, erőszaknélküliség. Így van. Tehát ezeket próbáljuk mindenképpen. Tehát ezek mi a életünknek az alapelvei is. Mi ezek szerint élünk. Az viszont el kell mondanom, hogy mi is csak halandó emberek vagyunk itt a Földön. Nem vagyunk tökéletesek. Nem is szeretnénk azok lenni. Hibázunk mi is. Ez van. De próbáljuk kijavítani. És ezért bárki csatlakozhat hozzánk. Hiszen az ítélkezés nem a mi feladatunk. Mi szeretnénk jobbá tenni a környezetünket, szeretnénk segíteni, akár egymást, akár magánéletben, akár munkában, akár bármiben, jöjjön, csatlakozzanak hozzánk, és megpróbálunk segíteni mindenkinek. Önzetlenül, szeretettel. Nem tudom, Gábor, szeretnél még valamit mondani az embereknek? Még egyet, igen, hogy ami még fontos, hogy még egy fórum van, ahol tudunk egymáshoz csatlakozni, és az információkat megosztani, ez pedig a Mastodon független közösségünk Magyarországon, ez a Mastodon közösség, és ennek az a nagyszerűsége, hogy egyszerre el tudjuk juttatni mindenkihez az információt, amit megosztunk, tehát nem csak 10-20-30 ember látja, amit posztot fölteszünk, vagy valami érdekes cikket, vagy akár reklámot, hanem egyszerre a teljes közösség ezt láthatja, teljesen ingyenes, úgyhogy minden tudatos embert, aki el akarja érni a többieket, várjuk ide szeretettel, hogy regisztráljon be a Mastodonra, építsük együtt ezt a közösséget is, ahol egyszerre több mindent meg tudunk egymásra osztani, gondolatokat, reklámot, bármit. Úgyhogy ez, amire szeretném még felhívni a figyelmet, hogy kövessék, regisztráljanak, mi is hívjuk meg a barátainkat rá, és ez így a jövő, hajrá. Így van. Magyarországi tudatos embereké. Hiszen ha tudom, hogy mit szeretnék, ha van célom, ha bennem lévő dolgok, amik vonzanak engem, megyek az utamon, megteszem, akkor biztos, hogy az én életem is sokkal jobb lesz. És ha az én életem változik, jobbá válik, akkor a környezetemé is. És hogyha már a környezetemé is, és több emberé is, akkor egyszer megváltozik a világ. Azt hittel vallom, hogy magamon kell változtatnom ahhoz, hogy a körülöttem a világ jobb legyen. Jöjjenek, várjuk Önöket nagyon nagy szeretettel. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönöm én is a szeretettel figyelmet. Szeretettel várjuk Önöket podcast adásainkra, hétfő esti élő műsorainkra. Hallgassanak, nézzenek bennünket és csatlakozzanak hozzánk. Köszönjük szépen. Figyelmet. Tehát csatlakozzanak, jöjjenek, szeretettel várunk mindenkit. És itt mondanám el, hogy kollégákat is várunk ide közénk, akinek van kedve podcastet készíteni, van kedve riportot készíteni, vannak olyan témái, amiket szívesen megmutatna, szívesen feldolgozna valamilyen kis videóban, vagy valamilyen kis hanganyagban, akkor keressen bennünket, mert nagyon szívesen közreadjuk ezeket, mert ezek mind nagyon értékesek és nagyon-nagyon fontosak, és szerintem sok ember sok felé jár, nem mindig ugyanazon a területen mozgunk, és nagyon jó, hogyha más helyekről is kapunk olyan információkat, híreket, amiket érdemes megosztani, mert akkor erről sokkal többen kapnak híreket, kapnak róla tudomást, és ez nagyon fontosnak tartjuk. Úgyhogy várjuk Önöket ide is, hogy csatlakozzanak. Aztán a másik.
tudatosság, összefogás, egészséges életmód, stb. Tehát indul képzésünk egyébként ősszel is, most csak így nagyon röviden említeném meg, hogy a 4 modulos képzésünk ősszel is el fog indulni, és itt is olyan információkat, olyan tananyagot szedtünk össze, állítottunk össze, amiben nem csak pszichológia, nem csak életvitel, nem csak egészség, nem csak mozgásról van szó, hanem benne vannak természetesen olyan spirituális, filozófiai alapok, amik nélkül szerintem igazából nem lehet ezt a civil életet úgymond megérteni. És hoztam is egyébként 2 könyvet ezzel kapcsolatban, tudom, múltkor is ajánlottuk, de most is fogom ajánlani. Sri Satya Sai Baba könyve mind a 2. Az egyik, a természet a legjobb tanító. Ezt így mutatnám, nem tudom, hogy lehet-e látni. Igen, lehet látni. Nem lehet látni. Már most lehet látni, így van. Tehát a természet a legjobb tanító. Olyan gondolatok vannak benne, ami miatt én nagyon fontosnak tartom, és érdemesnek tartom, hogy bárki is elolvassa. Még egyszer megmutatom, jó? Tehát a természet a legjobb tanító. Mert benne van, hogy miért vannak természeti katasztrófák, hogy az ember hogyan zsákmányolta ki a Földet, hogy miért nem elég neki mindaz, amit már eddig megszerzett, mint javakat, már pedig tényleg, hogyha valaki tudatosan gondolkodik, akkor tudja, hogy mindaz, ami itt van, azt én csak kölcsön kapom. Mert tényleg ezt úgy szoktuk mondani nagyon-nagyon egyszerűen, népiesen, hogy csupasz fenékkel jöttünk, és csupasz fenékkel fogunk távozni. Ami itt van, semmit nem tudunk magunkkal vinni, amilyen kézzelfogható, anyagi és zsebünkbe rakható. Tehát egy dolog marad meg értékként, az pedig a jellemünk, az erkölcsünk, és erről is szól egyébként részben az alapvető emberi értékek, majd mindjárt fogok erről beszélni egy pár mondatot, és nagyon jól rávilágít ez a kis kötet arra is, hogy hogyan lehet helyrehozni mindazokat a hibákat, amiket eddig elkövettünk, és hogyan lehet kijönni ebből a mókuskerékből, hogy ne így éljünk, hanem tényleg egy normális életet éljünk, amit már azt mondjuk, hogy majd az aranykorban ez meg lesz, hát teremtsük már meg ezt az aranykort valahogy így is, tehát ne csak várjunk arra, hogy majd egyszer lesz, hanem hozzuk össze, csináljuk meg, alakítsuk ki a saját életünkben, aztán utána tényleg mindig nagyobb és nagyobb körben. Én olyan sok embert ismerek, hál' Istennek, aki ilyen elvek szerint él, és nem kell, hogy Sai Babát szeresse nagyon, és ő legyen számára az elsőrendű tanító, mert én úgy gondolom, hogy ezek az alapvető emberi értékek mindenhol, akár vallásokban, akár ilyen tényleg filozófiai tanokban, a keleti tudományokban, a nyugati tudományokban is fellelhető, nagy fáklyavívők ezen elvek alapján, ezen értékek alapján dolgoztak, tették a dolgukat az emberek között, és segítettek az embereknek, és ez mind az alapvető emberi értékek. Tehát itt tényleg nem arról van szó, hogy itt ájtatósmanó módjára, én ezt így szoktam mondani, elnézést kérek, hogy ájtatósmanó módjára csak tényleg összetesszük a 2 kezünket, és várjuk a sült galambot, hanem egészen egyszerűen a saját életünkben hogyan rakunk rendet, hogyan viselkedünk, hogy tudunk-e ahhoz méltóan élni, amit mi úgy gondolunk, hogy mint emberek megérdemlünk, hogy ezt hisszük-e, hogy valóban megérdemeljük, tudjuk-e, hogy megélhetjük, és tényleg teszünk-e azért, hogy mindezt megéljük. És ezzel kapcsolatban hoztam egy másik könyvet, ez pedig Satya Sai Baba tanításai, remélem, hogy jól látszik, szerintem igen, és ebben a könyvben vannak benne mindazok az értékek, amikről itt az előbb említést tettek Margóék, és nagyon szépen köszönöm nekik, hogy erről is beszéltek egy pár mondatot. Ugyanis az alapvető emberi értékek, ami nem más, mint az igazság, a helyes cselekedetek, a belső béke, tehát a lelki béke, a szeretet és az erőszak nélküliség, ezek nagyon sok alértékkel rendelkeznek, amik egyébként mind összefüggenek egymással, és ezek az értékek azok, amik kiadják tulajdonképpen egy embernek a jellemét, a karakterét, hogy ő hogyan tudja ezeket megélni a mindennapokban. És erről régebben, vagy ezzel kapcsolatban régebben is indítottunk ilyen csoportvezetői képzést, és idén is szeretnénk ezt folytatni, mert olyan gyönyörű átformálódásokat láttunk, ahogy az emberek dolgoztak vele, ahogy megélték ezt a mindennapjaikban, és mondták, hogy milyen csodálatosan alakultak a kapcsolataik, és azt gondolom, hogy ezek akkora örömök, és ez olyan ajándék az életben, amit
nem szabad elvenni másoktól, tehát tényleg akkor osszuk meg ezeket a tanításokat. Egyébként ez az alapvető emberi értékek oktatói kurzusunk, ez ingyenes szokott lenni, nem szoktunk ezért díjat elfogadni, mert úgy gondoljuk, hogy ezt ingyen kapjuk, akkor ingyen is adjuk tovább. Viszont ez nem viszi lejjebb az értékét, hogy milyen sokat tud segíteni abban, hogy társadalmi szinten hogyan tudjunk együtt élni, vagy akár csak családon belül is. Tehát ide is várjuk majd azokat, akiket mindez érdekel. Menjünk akkor egy kicsikét egy másik témára tovább, és ez pedig legyen az egészséges életmód, hiszen mindig ebből is szoktunk egy kis ízelítőt adni. És hát ha most nézzük, hogy milyen idő is van, hát jön a hideg, vagy itt van a hideg, nem is tudom, lehetne így is mondani, lehetne úgy is mondani. Egy biztos, hogy jobban fel kell öltözni. És miért is mondom ezt a hideget, ugye, mint az egészséges életvitellel kapcsolatban? Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ilyenkor mondják azt, hogy nagyon hamar meg lehet fázni, és hogyan is öltözünk, nagyon sok ruhát kell fölvenni, vagy épp az, hogy keveset. Milyen érdekes, ugye egy kísérletet, nem is kísérletet végezték igazából, hanem tulajdonképpen egy rájöttek valamire. 1960-as években az amerikai hadseregnek a kutatói, vagy nem is tudom pontosan, igen, amerikai hadseregnek a kutatói valóban, ők fedezték fel, hogy hogyan lehet hozzászokni a hideghez, mégpedig úgy, én nem szeretnék egy ilyen kísérletben részt venni, és nem is tudom, hogy hogy kerültek ezek az emberek ilyen helyzetben, nem irigylem őket, de minden esetre nagyon sok mindent köszönhetünk a hadászatnak sajnos, és a hadiparnak. Szóval, ruhátlan embereket küldtek be 10 Celsius fokos kamrákba, és 8 órát kellett ott tartózkodni, nekem ez egy borzalmas dolog, viszont azt vették észre, hogy 2 hét után hozzászokott a szervezetük a hideghez, és sokkal toleránsabbak voltak, és jobban tűrték a hideget. Aztán utána ezt természetesen még folytatták, ezeket a kísérleteket, kutatásokat, de már nem feltétlenül így, viszont azt figyelték meg, hogy valóban az ember nagyon könnyen hozzáedződik a hideghez. Érdekes módon sokkal jobban bírják az emberek a hideget, mint a nagy meleget. Tehát a szervezet sokkal jobban hozzászoktatható a hideghez, mint a nagyon nagy meleghez, és ugye megvannak természetesen azok az elvek, amiket nem szabad átlépni. Például ez egyik a fokozatosságnak az elve, hogy nem lehet úgy hozzászokni a hideghez, hogy hirtelen átmenet nélkül nagyon nagy időtartamot hidegben tölteni, vagy nem rendesen felöltözni, úgyhogy megvan ennek is természetesen a maga tudománya, de mindenképpen a szervezet jobban tűri, mint a nagyon nagy meleget. És összeszedtem azért egy pár dolgot, hogy mi mindent írnak erről a hidegről, és hogyan lehet erről ehhez hozzászokni. Ugye van ennek egy amerikai nagy képviselője, aki nem más, mint Wim Hof, aki úszott a jégtáblák között, és megmutat, hogy hogyan lehet a hidegben is élni, de hát azért van nekünk egy csodálatos magyar emberük, aki sajnos meghalt 1999-ben, ő pedig nem más, mint Sirilla György, aki sportoló volt, aki ugye egy szupermaratonista, hosszú távúszó, kerékpárversenyző volt, és azért itt megjegyezném, hogy vegetáriánus volt. Tehát neki ezért rengeteg könyve jelent meg az egészséges életmóddal kapcsolatban, és érdemes ezt tanulmányozni és elolvasni, mert vagy olvasgatni, aki nem akarja az egészet elolvasni, mert nagyon sok olyan dolgot fogalmaz meg, ami hozzásegít bennünket ahhoz, hogy tényleg hogyan tudunk az időjárás szerint, a helyi időjárásunk szerint, a helyi ételeink szerint élni, és egyébként mindenki azt mondja, aki kutatásokkal foglalkozik, vagy aki azt nézi, hogy mi az, ami a legjobb az embernek, hogy ez egy nagyon-nagyon régi tudomány, hogy mindenkinek azokat a táplálékokat kellene fogyasztania, amik az ő lakókörnyezetében megteremnek, megjelennek, és ott azokat a helyi emberektől veszi, mert ezek azok az ételek, amik leginkább tartalmazzák mindazokat az ásványanyagokat, azokat a vitaminokat, azokat a nyomelemeket, azokat az immunerősítő dolgokat, amik a szervezetének szüksége van. Itt most természetesen inkább a biotermesztésre gondolok, és nem pedig azokra, amik ilyen műtrágyás és ilyen gyorsított, ilyen génmanipulált ételek, stb. Ez természetes. Sirilla György mondta azt, hogy az ember a sorsát kizárólag egészségének, jellemének és logikai gondolkodásának erősítésével irányíthatja.
És ebben annyi minden benne van, ugye, hogy egyrészt a karakterünk, egyrészt az életvitelünk, hogy ez mennyire a gondolkodásunk milyen szorosan összefügg, összekapcsolódik, ez egy nagyon fontos dolog, és erre nem mindig figyeltek, vagy nem mindig figyelnek oda, már pedig a tudatosságnak ez is a része. De térjünk vissza egy picit a hideghez, és ahhoz, hogy hogyan is lehet jól védekezni, vagy jól megfelelni, jól hozzászokni ez a hideghez. Aki sportol, és eddig kint a szabadtéren sportolt, az ilyenkor télen is kimehet sportolni, ami nagyon fontos, hogy amikor már átázott a ruhája, amikor már megizzadt, tehát így értve, hogy átázott, amikor megizzadt a ruhája, akkor utána már ne sétálgasson, hanem minél hamarabb menjen természetesen meleg helyre. Aki szeretne kint futni, megy a szabadtéri sportok, azok még engedélyezettek, az először meleg helyen gyakorolja azt, hogy ha van esetleg otthon futópadja, megy, most az edzőtermek zárva vannak, akkor először meleg helyen gyakoroljon, és amikor már tud már ilyen hosszabb távot, 2-3 kilométer kint futni, úgyhogy nem áll meg hosszú percekig, akkor már mehet ki nyugodtan futni, és csak akkor érdemes elkezdeni, hogyha tényleg rendszeresen ki akar menni futni, mert különben nem fog hozzászokni a szervezete. Aztán az öltözködés, hogy mindig inkább ugye olyan ruhákat vegyünk föl, amik vékonyabbak, pamutból készültek, vagy legalábbis jobban hőtartóak, és mindig a rétegek között legyen egy kis hőréteg, ami még mindig megfogja a ruhát, vagy megfogja a meleget, bocsánat. Aztán, ami nagyon fontos dolog, és ez mindenkinél előjön, aki ugye keleti, vagy akár ilyen egészségesebb életmóddal foglalkozik, az a légzés. Hogy a légzésünk szabályozásával mennyire lehet szabályozni a testünknek a hő termelését. Minél lassabban, minél mélyebben és minél egyenletesebben lélegzünk, annál kevésbé fogunk fázni. És egyébként az is egy nagyon jó hőtermelő, akár hisszük, akár nem, amikor lipabőrösek vagyunk, amikor vacogunk, az is egyébként egy ilyen hőtermelő tevékenységünk, tehát azért van ez. És érdekes módon minél följebb tekerjük a termosztátot, minél több ruhát veszünk magunkra, ugye tulajdonképpen elveszünk a saját szervezetünknek a hőtermelő képességét. Amivel viszont még tudunk segíteni, az nem más, mint hogyha meleg jellegű ételeket eszünk, hogyha olyan fűszereket használunk, amik kicsikét a hőháztartást megerősítik, vagy egy kicsikét a hőtermelést megerősítik, ilyen például a bors, ilyen az erős paprika, ilyen akár a gyömbér is, ezek mind nagyon jók, vagy például a hagymák, ezek mind nagyon jók. És akkor most nézzünk még egy olyan videót, ami az egészséges ételekről fog szólni, mégpedig a fermentálásról, és hogy ez miért is érdekes, és miért jó. Nagyon sok olyan savanyúság van, ami már inkább ecettel, meg cukorral, édesítőszerrel készült, már pedig ősi magyarjaink is, meg nagyon régen is inkább a fermentálást használták, mint tudjuk, ugye a székelykáposzta, savanyúkáposzta, bocsánat, csak én nekem már eszembe jutott egy étel, amit lehet belőle készíteni. A savanyú káposzta az fermentálással készül, a kovászos uborka fermentálással készül. Ez két olyan egészséges savanyúság, amiben nincsen cukor, nincsen semmilyen más mesterséges ilyen összetevő, hanem tényleg csak vízzel és sóval készül, és tökéletes, a szervezetet minden ellátó savanyúság készül belőle. Ojtozi Adrián, jogaoktató, életviteli tanácsadó Debrecenből, ő készített egy kis előadást, egy riportot, amit most majd mindjárt szeretnénk bejátszani, és erről lesz majd szó, úgyhogy most akkor én javaslom, hogy nézzük meg Ojtozi Adriánnek az előadását, egy kis filmjét. Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt! Ojtozi Adrián vagyok Debrecenből, életviteli tanácsadó, tréner, reflexológus és jogaoktató. Mai alkalommal szeretnék néhány percben megmutatni egyszerűen elkészíthető egészséges finomságokat. Nem is mondom még, hogy miről van szó, mindjárt részletezem, illetve végén néhány percben pedig olyan szinte egyszerűen használható, alkalmazható módszereket, amelyek támogatják az egészségünk megőrzését és az immunrendszerünk megfelelő működését. Reggelt sütőtök lével kezdtem, amit kedves párom készített nekem, azt most nem tudom megmutatni, mert már
elfogyott, de ajánlom mindenkinek szeretettel ebben az időszakban a nyálsütőtöknek a préselt levét, vagy esetleg turmixolni is lehet, és ez szuper ízvilággal rendelkezik, nem beszélve a hatásfokáról, főleg, hogyha répával, narancssal keverjük. Na de, visszatérek arra, amit szerettem volna mondani, erjesztett zöldségek. Talán hallottak már erről, sőt biztos vagyok benne, hiszen az őseink nagyon jól ismerték a természetes savanyítási eljárásokat. Sajnos manapság már nagyon elterjedt, ugye a boltban kapható ugye, ezetes, cukros savanyúságok, de szeretném mégis megmutatni, bár nem vagyok ennek a kifejezett szakértője, de éppen azért beszélek róla, mert mindenki számára könnyen megtanulható, hogy hogyan lehet otthon finom és egészséges módon savanyítani. Van itt egy kis üveg, azt figyelgetem, amit most készítettem, hát nem annyira dekoratív, de lila káposzta van benne, egy kis uborka, hagyma és répa, tiszta víz és tiszta só. Miből áll az erjesztés, a természetes savanyítás, fermentálás, így is hívják? Teljesen egyszerű módon, ahogy az előbb is elmondtam, ha kiválasztunk bármilyen zöldséget, azt felaprítjuk, és ráöntünk tiszta, illetve tiszta vizet hozzá, sót, vagy sós felöntőlével felöntjük, bezárjuk egy ilyen kis befőttes üvegbe, és hagyjuk érni a folyamatot, akkor néhány nap, vagy néhány hét múlva már nagyon finom savanyúságot ehetünk. Mindjárt erről még egy picit részletesebben beszélek, hogy mire figyeljünk, viszont azt azért tudni kell, hogy miért is jó mindez. Biztosan hallottak már arról, hogy mennyire fontos rendben tartani a bélflóránkat hasznos bélbaktériumokkal, pre- és probiotikumok bevitelével, amelyekre vannak persze készítmények is, de célszerű megpróbálni minél természetesebb módon pótolni ezeket. Mi is az a pre- és probiotikum? A probiotikumok úgy is mondhatnám, hogy a hasznos bélbaktériumok, amikre szükségünk van, és a prebiotikumok pedig azoknak a táplálékai. Ezeknek a bevitele ugye segíti azt, hogy az emésztésünk megfelelően működjön. És tudjuk, hogy az immunrendszerünk közel 80%-a a bélrendszerünkben található, tehát ugye az egész szervezetünk működésére jó hatással van. Hogyha otthon szeretnénk megpróbálni, akkor arra figyeljünk, hogy a zöldségeket, amiket felvágtunk, jó szorosan tegyük bele a befűtés üvegbe, másba is lehet, de én mindig befűtés üveget használok, és lehet az is, hogy csak fehér káposztát használok hozzá, ugye mindenki ismeri a savanyú káposztát, vagy a kovászos uborkát, az is hasonló eljárással készül, csak nem annyira terjedt el, hogy ezt más zöldségekkel is meg lehet csinálni. És ha jó szorosan beletömködtük, akkor a tetejét szokták leszorítani, ami csak annyit jelent, hogy mondjuk egy nagyobb káposztalevelet teszek rá, és amikor felöntöm ezzel a sós lével, egyébként 1 liter vízhez 20 g só ajánlott, ami azt jelenti, hogy 2%-os felöntő lével tudjuk ezt így megcsinálni, akkor arra figyeljünk még, hogy körülbelül egy ujnyira álljon a víz felette az üvegben, tehát mondjuk leszorítjuk káposztalevéllel és a felett még, illetve picit meg lehet rázogatni, hogy a buborékoktól mentesüljön, amit elkészítettünk, és ezután már tényleg csak annyi a dolgunk, hogy érdemes konyharuvával lefedni a befőttes üveget, és egy ilyen 20-22 fok körüli hőmérsékleten tárolni, lehet minden nap egy picit megsziszegtetni, ami azt jelenti, hogy a széndioxid távozik belőle, de ezt nem szükséges minden nap megtenni. Gyakorlatilag mi olyan 5-6 napos korában szoktuk már kibontani ezt a finomságot, de van, aki heteken átél el, ugye annál egészségesebb lesz a produktum. Azt azért tudni kell, hogy a hisztaminallergiások vagy akut szakaszban lévő bélgyulladással rendelkező emberek számára nem feltétlenül javasolt ezeknek a fogyasztása, vagy mindenképpen orvosi
orvosi megbeszélés szükséges hozzá, de hozzá lehet szoktatni a szervezetet, ha csak nincs valamilyen kizáró ok, ami ezt akadályozna, ezekhez a tápláló eledelekhez, és mutatnék egy másik üveget itt. Itt másról van szó, mert nem sót és vizet használtam, hanem vizet, mézet és gyümölcsöket, ugyanis italokat is lehet készíteni hasonló eljárással, ami azt jelenti, hogy megint csak tiszta vizet használtam, és beletettem, ami gyümölcs volt itthon. Tehát kinek mi? Mindig figyelni kell, hogy steril legyen, ugye mind az üveg, mind amiket használunk, eszközök, amikor ilyesmit készítünk, és a méz vagy a cukor azért kell bele, mert ugye azzal táplálkoznak a mikroorganizmusok. Az előbbi folyamatnál ugye egy sós, savanyú ságot kaptunk, vagyis só kellett bele, most megint itt előveszem, mert még kihagytam, hogy, hogy ugye a fermentálás azt jelenti, hogy a laktobacillusok termelődnek, és ez adja ezt a savanyú ízt. Tehát tényleg nem szükséges vele semmi más, viszont lehet fűszereket használni bátran, nyilván, hogy kovászos uborkánál is tesszük, de ha csimán sóval tesszük el, sós vízben a zöldséget, akkor is nagyon finom lesz. És ugyanez érvényes, mármint az édes verzióra, a tárolást akartam mondani, hogy ugyanúgy egy ilyen konyharuhába érdemes becsomagolni a kis üveget, és viszonylag állandó hőfokon tartani 18-22 fok között. Viszont a fermentált italt 2-3 nap múlva már lehet is fogyasztani. Mindkettő üveget majd be fogom tenni a hűtőbe, főleg a savanyúságot egy ideig kint lesz, mondjuk egy hétig utána beteszem, ami nem állítja meg az eljedési folyamatot, csak lelassítja. Az édes innivalónk viszont, édes, kicsit savanykás innivalónk viszont nem éri meg ezt a folyamatot, mert meg fogjuk inni valószínűleg, amikor a párommal egy lélekemelő filmet nézünk, szerintem 2 nap múlva. Úgyhogy érdemes kipróbálni ezeket, mert nagyon jó. Meg lehet tenni a gyümölcsöket is, amik benne vannak, de az is lehet, hogy valaki leszűri őket és sem eszi meg a gyümölcsöket, mert kár lenne kidobni, vagy pedig újra felhasználja egy következő erjesztéshez. Most erről nem tudok többet beszélni, viszont ajánlom, hogy nézzenek utána a Fermentor blog oldalon, fermentor.blog.hu oldalon, azt hiszem én onnan olvastam és tájékozottam, és akkor még tavasszal nagyon lelkesen kovászkát is készítettem, só és víz felhasználásával, úgyhogy nagyon sok jó dolog van, amit meg tud az ember otthon is csinálni, és tényleg nem kerül sokba, és nem is sok idő. Ahogy ígértem, mutatok néhány pontot, néhány kis gyakorlatot, nem jóga gyakorlatra gondoltam, ami támogatja az egészségünk megőrzését. A következőnek a neve egy ilyen 3 perces immuntréning lesz, de nem telik 3 percben, ahogy majd megmutatom. Szerintem legyen annyi idő alatt is meg lehet csinálni. A lényege bizonyos pontoknak a 3-4 másodpercig tartó masszírozása. Annak idején még a reflexológia képzésen én dr. Csikai Erzsébettel és Nagyné Halászanától tanultam többek között ezt az egyszerű kis módszert is. Szeretettel ajánlom mindenkinek. Csinálhatjuk együtt is, hogyha szeretnék. Nem kell hozzá semmi, csak a kezünk. Meg kellene masszírozni 3-4 másodpercig a szedcsont alsó részét, közepes erővel a szedcsontnak a középső részét, és a felső részét a kulcsont által közrefogott területen. Aztán megmasszírozzuk a fül előső részét, tehát a fül előtti területet, itt több pont is van egymás alatt, ezért lehet így dörzsön is a fül mögött. Finoman megsimogatjuk a pajzsmirigynek a területét, a torok területét, segítve ezzel azoknak a működését. Aztán az orr mellett is vannak jó kis pontok, azt is megmasszírozzuk az orr alatt, megjegyzem, idegrendszer nyugtató is, az áll közepén. Aztán, hogyha hátra nyúlunk a kezünkkel, akkor a hetes nyakcsigolya két oldalát próbáljuk meg megcélozni, és ott is van egy ilyen szuper kis pont.
És végül a Jolly Joker pont, az a VAB 4, vastagbél 4-es akupresszúrás pont, ami a hüvelyik új és a mutató új között található, ahogy azok végződnek. És ezt a másik hüvelyik ujjammal nyomom, most a bal kezemet a csont felé. Nem annyira kellemes, de ha megvan, akkor ezt fogjuk érezni pár másodpercig. Ezt a pontot egyébként lehet naponta egy-egy percig is nyomogatni. Nem csak a vastagbél működését segíti, hanem a fejtáji problémáknál is, fülszem, megfázás, stb. Fejfájás, ezeknél is alkalmazhatjuk. Úgyhogy ezek voltak ezek a fontos pontok, amiket el szerettem volna mondani, és végezetül pedig egy immunrendszert támogató új tartást mutatnék meg. Mik is azok az új tartások, mudráknak is nevezik őket, és onnan indul ki, hogy a hagyományos kínai orvoslás szerint 14 meridiánunk van, vagyis energia vezeték, 10 az, ami a szervekhez kapcsolódik jobban, és ezeknek a végződése, pontosabban az 50%-uk a kézen, vagyis az ujjakon található. Úgyhogy tudunk hatni a szervezetünk öngyógyító képességére nagyon-nagyon sokféle módon, de most ezt a nagyon egyszerű kis újtartást szeretném megmutatni, hiszen szó szerint kéznél van, és akár tévézés közben, vagy bármikor is tudjuk alkalmazni. Jobb kézen kell az immunrendszert erősítő újtartást végezni, úgyhogy a gyűrűs ujjamat ráteszem a hüvelyik ujjamra, és utána pedig a mutató ujjat a hüvelyik ujjnak az első ízpercére. Csak ennyi, és ezt 3 percig ajánlják. Így tartsuk. Nem kell szorítani nagyon, elég csak lazán. Naponta 6 alkalommal is el lehet végezni. Még megfázásos tüneteknél is bevethető szintén, de nyilván a megelőzésben sem utolsó, sőt, az lenne ugye a legfontosabb. És szeretettel kívánok mindenkinek nagyon szép napokat, jó egészséget és a legjobbakat. Köszönöm a figyelmet! Hát, remélem, hogy mindenki kedvet kapott akkor most ezekhez a fermentálásokhoz, hogy legalább kipróbálja. Szerintem nagyon jó hatása van. Egyébként a makrobiotika is nagyon sokszor említi a fermentálást, nagyon sokszor használja, és érdemes, aki még eddig nem találkozott vele, érdemes kipróbálni. Aki pedig gyakorlottabb szakácsnő, akkor ő nyugodtan használja. Körülbelül így ennyi mindent szántunk így a mai napra, és akkor azért még úgy visszatérnek egy kicsikét ugye arról, hogy beszéltünk a tudatosságról, beszéltünk az egészséges életmódról, és beszéltünk furcsa dolgokról is, tehát azért még egyszer visszatérnék arra, hogy azért a káli júga, mint olyan, az sajnos a napjainknak, az életünknek a meghatározója. A káli júga az, mint ahogy azt említettem, ahol az erkölcs tulajdonképpen a negyedére hanyatlik, tehát még egy tréta júgában, egy tiszta, egy szatvikus júgában az erkölcs az 100%-os, ahhoz képest a káli júgában egy erkölcs az 25%-os. Tehát valahogy ezt így kell elképzelni, hogy ekkora hanyatlás van, és ekkora visszaesés, és én azt gondolom, hogyha már tudatosságról beszélünk, akkor egyre többen figyelünk oda arra, hogy tényleg azt éljük, azt csináljuk, azt mondjuk, amit tényleg fontosnak tartunk, amit tényleg értékesnek tartunk, és ebben járjunk elő mindannyian a saját életünkben, és akkor így tudunk egyre nagyobb területen egyre hatékonyabban dolgozni, és ne felejtsük el, hogy azért nagyon sok hamis tanító van, nagyon sok hamis proféta van, tehát nagyon fontos kiszűrni, hogy ki az, aki tényleg fáklyavívő tud lenni, és ki az, aki tényleg csak szemfényvesztő, és nem valóban azt éli, amiről ő éppen beszél. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Ennyit így a káli júgáról. Én azt kívánom mindenkinek, hogy az egészségére nagyon-nagyon figyeljen oda, és mint amilyen tanácsok itt elhangzottak ugye az egészséges életmóddal, a táplálkozással kapcsolatban, még Adriennek a kis előadásához, vagy kis filmjéhez kapcsolatban, még tudom ajánlani Kovács Gábornak volt, és még fönt is van a megosztása az egészséges ételekkel és az immunerősítő ételekkel kapcsolatban, és akkor így már mondom is, hogy hol, mindenhol találhatnak meg bennünket. Ugye van a Facebookon két olyan oldalunk, ahová szeretettel várjuk a csatlakozásaikat, és ahova kollégaként is várjuk, illetve csapattagként is várjuk Önöket. Az egyik ez a közép-európai
és magyarországi egészség, tudatosság, összefogás nagykövetei, civil közösség, tehát ez az egyik, ahova várjuk a becsatlakozókat, úgyhogy lehet ezen az oldalon megkeresni bennünket. A másik, beszéltünk ugye az alapvető emberi értékekről, és ezzel kapcsolatban is van egy oktatási hálózatunk, tehát ez a közép-európai és magyarországi alapvető emberi értékek oktatási hálózata, ezt is érdemes megkeresni. Ide is be lehet csatlakozni erre az oldalra, lehet majd jönni a képzésünkre, amit majd ebben az évben ugyanúgy elkezdünk. Ez egy olyan képzés lesz, ami ingyenes, nem kérünk érte díjazást, hanem azt mondjuk, hogy közösen szeretnénk egymás kezét fogva, egy kicsikét utat mutatva, de közben gyakorolva is egymással együtt gyakorolni az alapvető emberi értékeket. Aztán a 4 modulos képzésünk, ami ősszel indul, oda is várjuk, ott is nagyon sokféle tartalommal, mind filozófiai, mind életviteli, mind pszichológia, tehát nagyon-nagyon sok oldalról, nagyon sok technikával tartjuk ezeket a képzéseket, ami működik online-ban, működik személyes találkozással, nagyon sokféle gyakorlási lehetőséggel, és a gyakorlatok is nagyon sűrűen vannak, a konzultációk is, és ezek is természetesen mind ingyenesek már. Maga a képzés, nem csak ezeket a pluszokat mondom hozzá, ami gyakorlás hozzá tartozik. Aztán akkor ajánlom itt már is a rádiónkat, ez pedig a podcast rádiónk, ez a Relax Rádió. Ajánlom hozzá már is a YouTube csatornánkat, ami az ETV Relax Rádió címet viseli. Tehát a YouTube-on az ETV Relax Rádió csatornát keressék meg, és akkor arra lehet feliratkozni. Minden olyan riportfilmünk, amit itt lejátszottunk, az ott is megtalálható, és ott vannak még további előadások, felvételek, minden olyan érdekesség, ami esetleg az érdeklődésükre számot tarthat. És van még egy rádiónk, egy e-rádiónk, ez az Emberi Értékek Rádió, ami szintén olyan rádió, ahol kurzusokat, mesterkurzusokat lehet hallani. Lehet hallani Müller Pétert, Szepes Máriát, Paulinyi Tamást és más előadókat is. Lehet hallani a világ nagy tanítóitól, Fáklya Bibétől idézeteket, gondolatokat, részleteket, az írásaikból, gondolok itt Jungra, Szai Babára, Dalai Lámára, Böjte Csabára, Teréz anyára, és még sorolhatnám ezeket a neveket. Nagyon sok kollégánknak a gondolatai is megtalálhatóak itt, és természetesen várjuk a megkeresésüket is, vagy a jelentkezésüket is, hogyha tudnak esetleg olyan témát, olyan riportot, olyan hanganyagot hozni, ami érdekes lehet mások számára is. Én nagyon szépen köszönöm azokat a hozzászólásokat, köszönéseket, beköszönéseket, amiket itt a film alá betettek, és nagyon szépen köszönöm ezeket a kis visszajelzéseket. Ha esetleg a későbbiekben van még olyan téma, ami érdekli önöket, amiről szívesen hallanának, vagy van valamilyen ötletük, akkor kérjük szépen, hogy írjanak hozzá, akár ide a film alá is, vagy élőadás alá is, ami még később természetesen fönt marad, mert ezeket mi mindig meg szoktuk nézegetni, el szoktuk olvasni, hogy milyen hozzászólások jönnek még, és akkor ezekre reflektálunk egy későbbi alkalommal, ha nem is éppen ma, akkor valamikor később. Úgyhogy ezeket is nagyon várjuk, mert minden visszajelzés az számunkra nagyon fontos információt tartalmaz, és akár az építő jellegű kritikákat is, akár még az ötleteket is, úgyhogy minden ilyesmit nagy örömmel fogadunk, és nyitottan fogadunk természetesen. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy nagyon sokan néznek bennünket, nagyon szépen köszönöm, hogy nagyon sokan hallgatnak bennünket, és ez mindig egy nagyon nagy belső öröm, egy nagyon mély öröm mindannyiunknak, minden kollégánknak, hogy sok emberhez tudjuk elvinni ezeket a híreket, sokan hallgatnak, nagyon jó visszajelzések jönnek, és hálásak vagyunk azért, hogy meghallgatnak bennünket. Úgyhogy a mai napra egy ennyit szerettünk volna mondani, és találkozunk akkor egy hét múlva, következő hétfőn. Én egy csodás hetet kívánok mindannyiuknak, legyen nagyon eredményes, nagyon sikeres, legyen nagyon boldog, és kívánok mindenkinek csodaszép napokat. Minden jót, viszontlátásra!